Pakson igazi szuperhősök élnek, akik a tatamin is repkednek, de leginkább reptetnek. Judós körökben már jól ismerik a két fenegyereket, Batman Barnát és Csoknyai Robin Lászlót, kisvárosi kisfilm nagyítványú harcosokkal. Batman szerepében Bor Barna. Robin Csoknyai László. A Digisport és a Reggeli Start bemutatja a paksi Batman és Robin történetét. Ez az univerziádén volt, ez egy viccelődésből jött, mert ugyanis mi szoktuk így egymást ugratni, így, amikor bármi van, hogy Fred és Béni, vagy Stan és Pan, vagy Tom és Jerry, és akkor ebből lett a Batman és Robin elszólás ott az univerziádén, és akkor ez úgy nagyon megragadt mindenkibe. Én szerintem nincs olyan nap, hogy ne találkoznánk, vagy ne csinálnánk közös programot. Hát lassan már többet vagyok vele, mint a barátnőm, mert edzőtáborban együtt vagyunk egy szobában, akár versenyeken, tehát már tényleg már össze vagyunk nőve, mint Batman és Robin. Így már a reggeli 4:45-kor kezdődő judo edzésen is olykor egymást haigálja a két judoka, akik Hangyási László hajnali tréningjeihez már hozzászoktak. Már 11 esztendeje gyűrik együtt a paksi tatamikat. A Barnussal való első találkozásom az elég vicces, mert akkor még ő nem volt paksi, ifik voltunk, ugye egy évvel idősebb, mint én is, egy hazafele úton. Én, mint 55 kilós ember kerültem közöttük. Volt egy pluszos barátja még egy, és ilyen két nagy darab ember között ott üldögéltem, és kaptunk egy kajacsomagot, és ahogy bontottam volna ki hazafelé, akkor mondták, hogy ezt köszönjük, mert ez a miénk, úgyhogy ezt ugye el is vették, és még az utolsó pudingot se hagyták, hogy megegyem. Tehát így ismerkedtem meg először a Barnával. Aztán ez úgy lett igazán barátság, amikor tényleg lejött Paksra, és akkor megtaláltuk a közös hangot, és úgy szerintem most már elég jó barátok is lettünk. Meg annyi sikert átéltek már együtt mindketten, voltak a londoni olimpián is. Ráadásul ezzel az esztendővel már megkezdődött a riói 2016-os ötkarikás játékok kvalifikációs időszaka. Minden olimpia teljesen más és más. Ennek még már nem úgy állok oda, hogy görzsösen, hanem azért szeretek judózni, mert szeretek, lejövök reggel, megcsinálom, mert imádok elfáradni, szétdolgozni magam. És tényleg azért akarom csinálni, mert nagyon szerettem. És hát mivel ez lesz a riói olimpia, a harmadik olimpiám most már. Remélem, hogy most már tanultam annyit az előző kettőből, hogy itt azért már nem fogom annyira elgörcsölni, mert igazából a tapasztalatom az, hogy nincs is miért görcsölni. Ha ki tudja magát pérni, az ember el tudja vonatkoztatni az ottani dolgokat, akkor akármi lehet. Most teljesen arra kell koncentrálnom, hogy egyáltalán a pozíciómat megőrizzem, így hogy az első helyen tudjak maradni, vagy hogy az első helyre befurakodni magam, mert ugyanis elég sűrű lett magyar szinten is más súlycsoportom. Azért most ott van egy Ungvári Attila, ott van egy Krizsán Szabolcs, ott van a Köller Milán is, tehát ezért be vagyunk így sűrűsödve elég szépen, úgyhogy résen kell lennem folyamatosan, úgyhogy egyelőre még nem merek így előrébb tekinteni, mint Rio. Persze szeretnék kijutni a riói olimpiára, de mindig az adott versenyre koncentrálok, és most már egyre jobban, mert maxot kell nyújtanom, hogy ott maradhassak a tűz közelébe. Az edzés végeztével a fiúkat még elkísértük reggelizni. Ha viszont jó a súlyod, akkor viszont tehetünk ilyen nagyot. Hát persze, most mindenképpen. Csak óvatosan. Mindenképpen egy hombit betolt. Laci tőzsgyökeres paksiként, Barna pedig már több mint 10 éve ottlakóként sorolta, hova is mehetnénk enni egy jót. Végül a legközelebbi megoldást választottuk. Közben a fiúk elmesélték, miért is jó a sokszor unalmasnak tűnő Tolna megyei településen élni és sportolni. Ilyenkor most reggeli, igen. Haza, akkor ott egy kicsi pihenő. Vagy én például elmegyek angolra. Vagy a Barna angolozik, de én pihenő. Vagy egy kis tanulás. És akkor utána délben mindig kaja van. Együtt. Ja, együtt kajázunk. Forever together. És akkor, hogyha az is lement, akkor meg föl szoktunk jönni, vagy kávézni, vagy teázni egyet, beszélgetünk még egy kicsit, mindenki. És akkor még edzés előtt pihenünk. Ja, mindenki mi a saját dolgára. És akkor jövünk edzésre, és akkor más te is van. Tehát ez azért tényleg itt, ez abban a szempontból jó paks tényleg, hogy az embernek tényleg arra tud koncentrálni, amire szeretne. Edzenünk kell, és pihenten érkezni a másik edzésre. Érdekes dolog, mert azért sok pesti próbálkozott már, hogy lejön, és akkor nem sokáig bírták, 3-4 év volt a legtöbb. Én valahogy lejöttem Pestről, és már azért 11. éve, hogy itt vagyok. Nemrég Laci bácsival megszámoltuk egy-két hete,
és hogy mondjam, tehát az, hogy egy kisváros, itt tényleg csak azzal foglalkozik az ember, amiért jött, azt gondolom, hogy céltudatosabban tud készülni, mint hogyha mondjuk egy nagyobb városban készülne, mert elmű az utazással, az idő már elfáradsz, mire komolyabban az edzést komolyabban tudnád venni. Itt meg tényleg csak azzal foglalkozik az ember, ami a munkája. Tud pihenni, 10 perc alatt otthon van az ember, akár biciklivel is, mert én néha biciklivel járok föl. Úgyhogy tényleg, ha tanulni akar az ember, oda se kell órákat utazni. Én tényleg nagyon megszerettem ezt a kisvárost. Barna, mivel a plusz 100 kg-osok között vitézkedik, nem nagyon figyel a súlyhozatalára a versenyeken, ezzel Lacinak van nagyobb munkája. Akkor szeretnénk egy ásványvizet, egy dupla húsos, dupla sajtos hamburgert és egy dupla húsos hamburgert. Hát csak a szokásosat. A rendelés után kiderült, nincs a srácoknál pénz, de ez sem okozott nagyobb fennakadást, majd máskor behozzuk, mondták. Gyorsan eltüntették a finom falatokat a paksi akcióhősök, majd elindultak útjukra. Barna angol órára, Laci a nemrég eljegyzett kedveséhez. Stílusosan egy Batmobilhoz nagyon hasonlító járgánnyal távozott a paksi Batman és Robin.